Ezen a területen nagyjából az idős ház helyén épül fel szárazrét bölcsödéje. A kivitelezés ideje egyre közelebb kerül a Bodrogi utca 4 szám alatt, hiszen az építési engedély most jogerőssé vált. Az intézmény 28 gyermeket tud majd fogadni. A terveket még tavaly nyáron mutatták be, egy kétszintes melegítő konyhával, vizes blokkal és akadálymentes mosdókkal felszerelt, modern épülettel gazdagodik a városrész. Ezzel pedig egy régi álmuk válik majd valóra Fekete-hegy szárazrét lakóinak, nyilatkozta akkor a képviselő. Nagyon fontos, hogy a gyermekes szülőknek ne kelljen a városon át hurcolni a kicsinyeket, hanem itt a közelben is legyen bölcsöde. 214 fő az egyelőre úgy tűnik elegendőnek tűnik, és nagyon sokan várják ezt már. A tavaly nyáron tartott sajtótájékoztatón Keresztes Zoltán lelkész elmondta, céljuk az, hogy egy olyan intézményt hozzanak létre, amelyek segítik a gyermekek személyiségének egészséges fejlődését. A projekt a Bodrogi utcai hídgyülekezetnek köszönhetően a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. A városrésznek, illetve egyházunk tagjainak a számára itt a gyülekezeti ház mellett egy régi romos épület, amit már nem tudtunk használni, az kerül lebontásra, és annak a helyén épül fel a bölcsöde. Szigli István közösségi oldalán közzétette, hogy a 430 millió forint értékű beruházás kivitelezésére hamarosan megindul a közbeszerzési eljárás is. Az újonnan megépülő bölcsöde várhatóan 2024 őszétől fogadja majd a kicsiket.